olvassuk énekszóval az Isten tiszteletet, és énekeljük a gyülekezeti énekfüzetünkből a Miért nincsen szárnyam, mint a galambnak kezdetű énekünket. Szabadok a gyerekek arra, hogy kimenjenek az udvarra, akár egy szülő jelenlétében, támogatásával, segítségével, úgyhogy nyugodtan ki lehet menni, vagy akár bent az épületben lenni. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amint olvasom a 37. Zsoltárból, a válogatott versekből következőképpen. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja, tégy le a haragról. Hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod.
Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül és kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Vigyázz, hogy fethetetlen légy. Ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberié. A kegyelem Istene tegye áldottá szívünkben ezt a hallott igét, hogy azt meg is érthessük, és azt szerint tudjunk élni, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, az első szavunk a hála ezen a vasárnap reggelen. Hálát adunk neked azért, hogy a mögöttünk levő hétből egy kicsit kiszakadva, kiszabadulva újra itt lehetünk te előtted, időt szánhatunk a te előtted való elcsendesedésre, igéd hallgatására. Köszönjük neked azt is, hogy elkészítetted erre a mai napra is a te ígédet nekünk. Olyan jó hétről hétre itt közösen a te színed előtt feltöltődni, vinni magunkkal valamit a forgatagba, a hétköznapok forgatagába, mókus kerekébe, amire támaszkodhatunk, amiből erőt meríthetünk. Arra kérünk téged, Istenünk, hogy légy most közöttünk, és segíts valóban elcsendesedni, kívül hagyni minden gondot, mindent, ami bosszant, ami nyugtalanít, ami terhel, és megállni úgy te előtted, hogy a nyitott szívünket nyújtjuk oda neked, törzsd be a te szent lelked erejével, igéd gazdagságával. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 716. énekünket énekeljük. A 716. énekünket, Jézus, téged kereslek. Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek, és amely írva található a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében, a 6. és 7. versekben. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Egy stressztesztel indítunk ma. Hamarosan megjelenik a kivetítőn egy kép, arra kérek mindenkit, nem kell megosztani egymással az eredményt, elég, ha magunkat felmérjük, arra kérek mindenkit, hogy figyelmesen nézze meg a képet, és ha kettőnél több eltérést talál a két emlős között, akkor azt tudja úgy elkönyvelni magában, hogy szüksége van egy kiadós pihenésre, nyaralásra. Nem látszik? Már látszik. Nem látszik a kép? Nem látszik a kép. Kevésbé látszik. Valamit azért fel lehet fedezni benne? Megvan a kettőnél több különbség? Úgy gondolom, megtalálta mindenki a kettőnél több különbséget. Igazából nem a lelki állapotát és a stressz szintjét akarom itt mindenkinek a csúcspontra ingerelni, és belemagyarázni azt, hogy már pedig mindenki ki van készülve nyár elején, és ideje elutazni valahova, hanem arra akarom felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy a stressz az életünk része. Akármennyire igyekszünk szabadulni tőle, azt mondanánk, hogy stresszmentes életre vágyom, nagyon szeretném, ha nem lenne benne semmi stressz, nem tudjuk megtenni. Ott van a mindennapjainkban, akár kicsi dolgok váltják ki, és utána már elég, ha csak rácsöppen a kiskanáról a kávé a terítőre, és ki vagyunk készülve, vagy pedig nagy jelentőségi dolgok sorozata válthatja ki bennünk a feszült, stresszes állapotot. Menekülnénk előle, mellőznénk, de nem lehet, mert nincsen stresszmentes élet. És azt mondjuk, ennyi? Hát azért ma délelőtt úgy többet vártunk volna, hogy mivel induljunk neki az előttünk álló időszakban valami bíztatást, jó lett volna hallgatni. Emlékszünk arra a prédikációs sorozatra, valamikor év elején volt, amikor a krízisről volt szó, hogy a krízis, rettegünk tőle, amikor bekövetkezik egy krízis az életünkben, de hogy az nem feltétlenül rossz, nem mindig rossz, hanem lehet pozitív értelme is, pozitív következménye. Mert mi a krízis? Azt mondjuk válság. A válságtól rosszul vagyunk rögtön. De azt mondjuk, hogy fordulat, most maradjunk ennél a meghatározásnál, ennél a definíciónál. A krízis egy fordulat az életünkben. Nem biztos, hogy rossz. Lehet, hogy eleinte úgy éljük meg, mert nem számoltunk vele, nem volt beírva a naptárba az ilyen kényszereseknek, mint én, ez egy kétségbejtő helyzet. De egy fordulat, ami hozhat jót is az életünkben. Nos, ugyanígy állunk a stresszel is. A stressz sem feltétlenül rossz. Mert hogyha definiálni akarjuk ezt a szót, megmagyarázni, ez micsoda? Egy terhelt állapot, egy feszült állapot, de van jó stressz, és van rossz stressz. A híres stresszkutató Sajá János azt mondta, hogy nem a stresszbe halunk bele, hanem az arra adott reakcióinkba. Mert nem mindegy, hogy hogy reagálunk egy adott helyzetre. A stressz olyan, mint a szél, amikor ráfúj a homokdűnére, és felfedi, ami alatta van. Jön a stressz, végig fúj az életünkön, minden napunkon, és kiderül, hogy mi van mélyen legbelül bennünk, mert azt szerint reagálunk, és nem tudunk mosolyogni, ha kiborítja a gyerek a kakaót, és nem tudunk kedvesek lenni, hogyha a másik nem úgy válaszol, ahogy mi azt szeretnénk, mert elfújja rólunk azt a homokot, azt a mászt,
és kiderül, hogy mi van legbelül bennünk. Mi okozza a stresszt? Hát erre belül magában mindenki mosolyog, és azt mondja, soroljam. Estig itt ülhetnénk, hogy mennyi minden stresszel bennünket a hétköznapokban. Vannak tényleg apró dolgok, olyan jelentőségűek, hogy azt mondjuk a másik embernek, aki ettől teljesen befeszül, viccel. Hát nézd már rá, erre a problémára 5 év múlva hol lesz? Ez neked most probléma? És vannak olyan dolgok, amik ellen pedig nem tudunk tenni, mert igenis nagy jelentőségű dolgok, és folyamatosan bennünk van ez a kifeszülés, összehúzódás, mert alkalmazkodnunk kell. Ott vannak például az emberek. Nagyon jó stresszor minden ember a másik számára. És most nem arról az embertípusról beszélek, aki minden utcában lakik, de láthatatlan, viszont folyamatosan zúg. Vagy fűnyíróval, vagy flexel, vagy csiszolóval. Ha ez elfogy, elővesz egy kis vasbetont, és azt kezdi fúrni. De hogy, és ez minden utcában van. Senki nem látja, senki nem tudja, hogy ki az, senki nem vallja be, hogy ő az. De ott van. És állandó jelleggel kiteszi az embert az alkalmazkodásnak. Hanem mondjuk, vegyük azokat, akikhez nap mint nap alkalmazkodnunk kell. És vannak konfliktusaink. Vannak mérgező kapcsolatok. Vannak pusztító kapcsolatok. És ez a másokhoz való alkalmazkodás, ez egyáltalán nem könnyű. És ha nem megyünk el az idegesítő szomszédig, hanem csak a családon belül maradunk, már az is egy stresszfészek. És azt mondjuk, jaj, nem, családról ilyet nem mondunk, hát nem erre vágytunk fiatal korunk óta. De alkalmazkodnunk kell, és minél többen vagyunk, annál több emberhez kell alkalmazkodni. És valóban ott van, hogy azt mondjuk, én nagyon-nagyon szeretem a házastársamat és a gyermekeimet, de elegem van abból, ha ezt meg azt csinálja. És igenis nagyon ki tud zökkenteni a nyugalmamból, a békémből. És addig, amíg sikerül az, hogy megtanuljunk együtt élni, addig rengeteg impulzusnak vagyunk kitéve, stresszforrásnak. És ha már azt hittük, hogy sikerül, akkor a gyerek hirtelen cuki 4 évesből szemforgató kamasz lesz, és egy újabb stresszforrással találkozunk, vagy pedig munkahelyváltás, bármi történik, és megint ott vagyunk, hogy kezdjük előről ezt az egészet. Gondoljuk csak végig az életünk eseményeit. Mondjuk vegyük az esküvőt. Arra mindenki szeret készülni. Hatalmas felhajtás, és mindenki boldog, és pár méterrel a föld felett jár az egész család, mert nagy eseményre kerülünk. De a legjobb alkalom arra, hogy az ifjú pár egy kiadósat veszekedjen, és mire eljutnak a lakodalom napjáig, azt mondja, hogy tudod mi, drágám, te meg én és az anyakönyvvezető, és senki többet ezen a napon, mert elég volt abból, hogy ennek meg kell felelni, annak meg kell felelni, és különféle úgy megyünk oda már a nagy napra, hogy teljesen ki vagyunk idegileg, mert különféle stresszeknek vagyunk kitéve. Pozitív vagy negatív esemény ez? Pozitív vagy negatív stresszor akkor mellettem a másik ember? Vagy pedig vegyünk egy gyerekszületést? Hát életünk álma teljesedik be, amikor gyermekünk születik. Hát valahogy ez annyira várt dolog. De lehet, hogy a szülőszobán elhangzik az, egy óvatlan pillanat, soha többet, csak ezt ússzam meg. Vagy amikor hazamegyünk, és 3. napja nem alszik, sem apa, sem anya, akkor azt mondjuk, hogy hol rontottuk el? Hol rontottuk el, miért nem vagyunk rossz szülők? Abból a boldogságból, az nagy eufóriából lesz egy nagy stresszgombóc, és nem tudunk belőle kiszabadulni, nem tudjuk letenni. És még sorolhatnánk tovább. Ahogy nőnek a gyermekeink, és elmegy óvodába, iskolába, alkalmazkodni kell, beszoktatás. Évi 6-szor influenza járvány, nem csak az az egy, ami általában szokott lenni. Bármi megtörténhet, ami kibillent bennünket a nyugalmunkból. És ugyanúgy szeretjük azt a gyermeket, de nem vagyunk arra felkészülve, hogy viselkedik egy adott helyzetben. Jó? Vagy rossz ez? Jó stressz, vagy rossz stressz? Attól függ, hogy hogyan reagálunk ezekre a helyzetekre. És az embereken kívül még ott vannak az események.
Számos esemény történik az életünkben, de most vegyük a legegyértelműbbet, a munkát, mert mindig abból vágyunk szabadságra, tehát valami lehet ezzel a munkával. Úgy megyünk be a munkahelyünkre, hogy egy idő után már teljesen fáradtak vagyunk, és ki vagyunk készülve, és elegünk van belőle. Holott annak idején azért választottuk, mert azt szeretjük csinálni. És azt mondtuk, én egész életemben ezzel szeretnék foglalkozni. Én lelkész szeretnék lenni, én tanár szeretnék lenni, én mérnök szeretnék lenni. De amikor így állnak a leadásra váró projektek az asztalon egy mérnöknek, és azt mondja, hogy már elegem van abból, hogy mindig nekem kell megcsinálni az utolsó simításokat, vagy fel kell készülni, vagy bizonytalanná válik az ott létem a munkahelyemen, akkor stressz forrássá lehet. Ehhez még jönnek vissza az emberek, egy sürgető főnök, egy nehezen kezelhető munkatárs, és akkor azt mondjuk, ó, uram, csak éljem meg a nyugdíjat. Csak addig jussak el, hogy végre leteszem ezt az egészet. Jó vagy rossz? Azt csinálom, amit szeretek. De vannak kihívások. Kihívások. Nem megpróbáltatás, kihívás. Mennyire másképp hangzik. És azt mondom, állok elébe. Egy hangverseny. Az egy pozitív stressz, mert előtte az ember ott reszked a függöny mögött, de az egy kihívás. És mikor túl van rajta, és látja, hogy mindenkinek tetszett, és jön az elismerés, az mennyire jó. Egy előadás, egy ige hirdetés, arra felkészülni. És előtte az ember azt mondja, nem hiszem elő, nincs 5 perc ebben a házban, hogy nem tudok felkészülni. De utána pedig érzi az ember, hogy az Isten végig vezeti azon, amiben ő belefogott. És megváltozik az előjele annak az eseménynek. Aztán ott van a várva várt nyugdíjas élet, amikor talán egy hétvége idejéig tart az, hogy végre mindent befőzök, mindent kigyomlálok, mindent megcsinálok, ami addig várt, mert aktív életszakaszomban voltam. És előbb-utóbb eljut az ember oda, nagyon sokan eljutnak oda, hogy azt mondják, hogy én mellőzött lettem. Én nem ezt szerettem volna. Hol vannak azok, akik adtak a szavamra? Hát nélkülem nem működött a hivatal. Annak idején az én szavamra indult el reggel a munka. Annak idején én voltam a legmegbecsültebb munkatárs. És nézzük meg, hogy nagyon sok olyan idős ember van, aki egyedül marad ebben az állapotban, ebben a vágyott, valamikor vágyott állapotban. Tehát nem tudjuk kimondani azt, hogy most jó vagy rossz, mert attól függ, hogy hogy reagálunk rá, hogy állunk hozzá. Aztán ott vannak a gondolatok és az érzelmek. Ezek pedig olyan stresszorok, amik sokszor nem is a külső helyzettől függenek, nem a külső helyzet befolyásolja, hanem gyakorlatilag a bennünk zajló vívódás, csata, küzdelem. Ez a belső stressz, vívódás. Olyan szép a magyar nyelvünk, szinte halljuk a karcsattogást, ami zajlik sokszor bennünk. És ha bennünk nyugtalanság van, ha bennünk ezek a rossz gondolatok működnek, vagy visznek előre, és mindenfelől aggódunk, és különféle dolgokat elképzelünk, és rosszul képzeljük el, akkor kívül elég csak egy aprónyi dolog, ami aztán kikészít bennünket, és azt mondjuk, hogy na most lett elég ebből az egész mindenségből, mert nem elég, hogy bennem zaj van, bennem küzdelem van, még a külső dolgokkal is meg kell küzdenem. A nyugtalanító gondolatok, a szorongás. Mindig olyan dolgokhoz kapcsolódnak, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. Valamihez a múltunkban, amiről már nem tudunk, amivel már nem tudunk mit kezdeni. Vagy valamihez a jövőnkben, amivel még nem tudunk mit kezdeni. De ott rugózunk rajta, hát ha legalább fejben megoldást találunk rá. Vagy valamivel a jelenünkben, ami talán csak pillanatnyi dolog, de várni kell rá. És a várakozás, ugye az elmúlt igehirdetésben is hallottuk, nem mindig könnyű dolog. Mert a várakozásban van egy ráhagyatkozás, van egy bizonytalanság, hogy dől el a dolog. És mi teszi az embert stresszessé? A bizonytalanság. Aztán a tehetetlenség.
És az, hogy nem hiszem el, hogy nem én irányítom. Nem az én kezemben van a megoldás. Azt sem tudom megváltoztatni, hogy mások hogyan vélekednek rólam. Megpróbálhatok rávenni valakit, hogy csináljon, gondoljon, mondjon valamit úgy, ahogy én akarom, de a végén be kell látnom, hogy úgy is azt teszi, azt mondja, és azt gondolja, amit ő akar. És nem befolyásolhatom a másik embert, talán csak ideig, óráig. Abba kell hagynom, hogy megváltoztassam azt, amin nem tudok változtatni. Milyen hatásai vannak a stressznek? Mondanám, soroljam. Szinte mindenki találkozik vele. Tudjuk jól, hogy fizikailag is mennyire tönkre tudja tenni az embert. Az állandó feszültségnek való kitétel, magas vérnyomástól elkezdve a pánikbetegségig, nagyon komoly tüneteket tud okozni, hogyha valaki állandó nyomás, teher alatt van, és igen, valóságos egészségügyi problémát is okozhat. De nem csak az egészségünkre, a fizikai egészségünkre van ez hatással, hanem a mentális és a lelki egészségünkre is. Türelmetlenebbek leszünk. Valaki azt mondta, amikor elkezdünk kiabálni egymással dühünkben, vagy türelmetlenségünkben, az azért van, mert lelkiekben eltávolodunk egymástól. És az ember a távol lévő embernek nyilván kiabál, nem fog suttogni. És hogy például egy konfliktus, egy veszekedés, ezt váltja ki belőlünk. Távol érezzük magunktól a másikat, és kiabálni kezdünk vele, hogy hallja meg, értse meg, amit szeretnénk végre. Lelkileg a stressz folytogat, lebénít. Valaki egy olyan képet használta, hogy a farkas ráharap a jó nyakára. És csak szorongatja, addig, amíg a jó feladja. És a stressz ugyanezt csinálja velünk. Ki vagyunk téve egy próbának, egy tehernek, egy feszültségnek, és a végén eljutunk oda, hogy akkor itt feladom, megadom magam, kész, akkor vigye az egészet úgy, ahogy van. Mit tehetünk ellene? Na, ezt is sorolhatnánk vége láthatatlanul, de a mai napon egy nagyon gazdag kincstárat nyitok meg újra a gyülekezet előtt. Stressz ellen, ugye azt kimondtuk az elején, semmit nem tehetünk, mert az ott van az életünkben, jön, mert nem egyedül élünk ezen a bolygón, mert másokhoz is alkalmazkodni kell, mert az események is hatással vannak ránk, és a gondolatainkat sem tudjuk nagyon sokszor befolyásolni. A stressz az van. Hozzá az élet meg annyi helyzete. A ráadott reakciónkon tudunk változtatni. Azon tudunk változtatni. Számos stresszoldó technika van, beütjük a keresőbe, győzzük végigolvasni, hogy mi mindent lehet csinálni, a lélegző gyakorlattól, a nevetés terápián keresztül, a nem tudom milyen mozdulatokig, bármi van, hogy nyugtasd meg magad, hogy juss egy kicsit kellemesebb lelki állapotban. Nem becsülöm le ezeket a gyakorlatokat, nagyon sok jó gyakorlat van, csak nem biztos, hogy mindegyik tartós. Egyszer egy férfi elment egy pszichológushoz, és vége láthatatlanul mondta neki a problémáit, és mondta. És a végén a pszichológus sóhajtott egyet, és azt mondta, hogy nézze, uram, olyan összetett problémákkal jött ide elém, vissza kell még jönnie párszor, de addig is azt javaslom önnek, itt van a városi cirkuszban a nagy Rinaldi. Fantasztikus bohóc. Én, hogyha feszült vagyok, beülök az előadására, és szó szerint megkönnyebbülök, mert kinevetem magamból a sok feszültséget. Menjen el, legyen ez az első rib, és menjen el, és nevessen egy jót. Mire a férfi szomorúan ránéz, és azt mondja, doktor úr, én vagyok a nagy Rinaldi. Van egy nagyon kedves emlékem, már egyszerre felhoztam Isten tiszteleten, amikor végre, valahára eljutottam a férjemmel egy színházi előadásra. Nekünk ez nagy kiszakadás volt, mert hát folyton megvan, hogy 6-tól este 10-ig, hogy zárjuk le a napot, és mivel lesz vége. És nagyon jó volt kiszabadulni. Ez volt az életem egyik legszebb születésnapi ajándéka. Először egy komoly darabban gondolkoztam, mert a kedvencem az Anna Karenina, de azt mondtam, nem terheljük tovább itt a lelki állapotunkat, menjünk valami könnyedebbre, és elmentünk egy vígjátékra. Fergeteges este volt, rengeteget nevettünk, felszabadultunk,
Nagyon későn értünk haza, de azt mondtuk, nem baj, megtehetjük, mert minden gyerek alszik. Éjfélkor vacsorázunk egyet, és még felidéztük a legmulatságosabb jeleneteket ebből a vígjátékból, és egy fantasztikus este volt. Másnap reggel 6-kor csörgött az óra, és elkezdődött a... Gyorsan keljetek, mert elkésünk, mikor jössz haza, nem jövök, mert miért, hova mész, itthon fogsz ebédelni, nem fogok, kimegy a gyerekért. Ez így sorozatban. És este, amikor leültünk újra az asztalhoz, akkor azt mondtuk, mikor voltunk színházban? 10 éve? Legalább. Annyira időlegesek ezek a megoldások. Nagyon jó nevetni. És az ember tényleg, hogyha ráadja magát, az megkönnyebbül. Nagyon jó bármilyen gyakorlatot elvégezni, de nem biztos, hogy maradandó lesz, mert este ugyanúgy érezzük azt, hogy mennyire feszülten telt el a nap. Hogy mit javaslok én? Kinyitjuk Isten ígéreteinek a tárházát. És emlékezzünk vissza azokra az igékre, amik az elmúlt hetekben szóltak hozzánk. Menjünk vissza addig az igéig, ami így hangzott, vegyétek magatokra az én igámat. Más szóval, kerüljetek az én irányításom alá, mondja Jézus. És ez segít? Kérdeznéd, ez full stressz. Más irányít, alig várom, hogy függetlenedjek, és ne mondjam meg más, hogy mikor kelljek, meg mit csináljak, és akkor adjam át magam az ő irányításának? Hát ez több stresszt hoz, mint feloldódást. Azt gondolhatjuk, hogyha megengedjük Jézusnak, hogy irányítsa az életünket, az még inkább növeli bennünk a feszültséget, mert mégiscsak alkalmazkodni kell, de a valóság az, hogy nem tapasztalom meg az igazi békét addig, amíg át nem adom az irányítást teljesen Jézusnak. A stressztől való megszabadulás, jobban mondva a stresszre adott helyes reakció, hiszen erről beszéltem végig, azzal jár, hogy engedem, hogy Jézus vezessen. Nem én kapaszkodom köröm szakadtig a gyeplőbe. Nem is dobom be a lovak közé, hogy hadd menjen most már minden, hanem azt mondom, átadom az irányítást. Jézus, vezess te, legyél te az, aki után megyek, mert én csak tévelygek, és ide-oda kapkodok és rohanok. Hogy lehet könnyű egy teher? Úgy, hogy az ő terhe az emberi erőfeszítés terhéhez képest könnyű. Hogy olvastuk a Zsoltárban? Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Mi ezt szerintem néha átírjuk, erőlködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Ne erőlködj, ne erőlködj, gyönyörködj. Gyönyörködni azt jelenti, hogy hátradőlsz, és csodálod, és élvezed, és látod, és örülsz neki, és elfogadod, és hagyod, hogy hatással legyen rád. Ne erőlködj ebben. Az igában nem vagyok egy nagy mezőgazdász, ezt mindenki tudja, de utána néztem. Az igában mindig úgy van, hogy van egy idősebb, tapasztaltabb igavonó, és a fiatalabb, akinek meg kell tanulni, hogy meddig tart az a föld, amit be kell szántani. És mindig a kettőt egymás mellé teszik. Jézus azt mondja, vegyétek fel az én igámat. Szinte könyörök, hogy hadd legyek melletted én az, aki tanítalak, aki vezetlek téged, akinek az erejében te meg tudsz pihenni. Mert a fiatal igavonó ezt teszi, tanul az idősebb mellett, halálra húzná magát ott a földön, hogyha nem lenne mellette a tapasztaltabb, aki már tudja, hogy eddig eljövünk elég, és utána még jut idő elmenni addig a másik végig. És ezért van szükségünk Jézus igájára, Jézusra. Ő legyen mellettünk. Tudjunk tőle tanulni, tudjunk mellette megnyugodni, tudjunk megpihenni az ő erejében. Aztán volt egy olyan igénk is, amikor le kellett számolnunk a rohanással, és szólt az ige, hogy emlékezz meg a nyugalom napról. Lassíts és összpontosíts Istenre. Emlékezz arra, hogy mi élvez prioritást. Nem feltétlenül kell elkapni minden labdát, amit feléd dobnak, ez nekem nagyon jó mondat, sőt, megmerem azt is kockáztatni, hogy nem mindig kell elkapni azt a labdát, még ha feléd repül, akkor sem.
magamon szoktam észrevenni. Sokszor arra is reagálok, ami nem nekem szól. És akkor sikideg vagyok nap végére. De miért? Tőlem kérték, nekem mondták, én asztalom. Nem az én asztalom. Más is van, másképp is lehet jó, ezt már beszéltük egyszer valakivel. Tehát, hogy más is van, aki tehet. Megtehet dolgokat. Elfoglaltnak lenni nagyon jó, mert az ember fontosnak érzi magát. Az is jó érzés, hogyha fontosak vagyunk, és számítanak ránk, de Istenre összpontosítva, kicsit megnyugodva, az ő erejében haladva előre, a feladatainkra is jobban tudunk figyelni, és azokat is jobban, könnyebben el tudjuk végezni, tisztábban tudunk gondolkodni. Aztán jött egy másik ige, és ezek mind nagyon fontosak, őrizzük meg ezeket, tudd, hogy kihez tartozol. Hívők ki lettetek eljegyzett pecsétjével, hogy megváltsa tulajdon népét. Tudd, hogy kihez tartozol. Nem mindig könnyű kereszténynek lenni. Én nem egyszer találkoztam azzal, hogy stressz helyzetben az ember szinte nagy idő alá van téve, hogy na lássuk, hogy fog reagálni, meddig fogja bírni, és mikor bukik ki, és ordítja le itt az egész mindenséget, és akkor azt mondjuk, ha, ezért jársz templomba vasárnaponként, hogy ugyanúgy reagálj rá, mint mi. Nagyon nehéz kereszténynek lenni. Hát ez is egy, szinte egy ilyen ki nem mondott elvárás, hogy akkor te most minden helyzetben ismerd fel azt, hogy hogyan reagálj jól. És nehéz ezt megtenni. És ha kifakadsz, ha aggódsz, ha elbuksz, akkor hallod. Hát hol a hited? Hol a hited? Nem ezért jársz Isten tiszteletre? Nem ezért olvasod a Bibliát? A körülöttünk élőket nem nyűgözi le túlságosan az, hogy békeidőben, stresszmentes időben hogyan élünk. Jézus Krisztus akkor látják meg bennünk, amikor egy nehéz helyzetben látják, hogy hogyan reagálunk, hogyan viselkedünk, hogyan éljük át a nehéz időket. Ezért tudd, hogy kihez tartozol. Bíz Istenben, hangzott a múltkor ige hirdetésben. Bíz benne, mert ha ő velünk, ki lehet ellenünk? És ezt olyan szépen elmondjuk, és reformáció idején még inkább előjön ez a mondat, aztán elhalványodik. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ki árthat nekem? Ez nem azt jelenti, hogy nem jönnek nehézségek, és hollári hó megyek végig a napos oldalon. Ott volt Dávid, ott volt Dániel. Dániel tüzes kemencéből oroszlánok barlangjában, na az stressz. Amikor már 80-on felül azt mondja, hogy mondhatta volna, hogy én itt most kiszállnék. Az egész életemet végig különféle helyzetekből helyzetbe vántorolva. Ha ez nektek nem volt elég, most már hagyjatok, nem vállalom a tüzes kemencét. Vagy ott volt Dávid, akinek végig kellett nézni egy idegileg instabil királynak az uralkodását, és nem azt mondani, hogy tudjátok, mi gyerekek, nekem erre nincs időm, terveim vannak, az Úristen is bízott rám feladatot, nekem az idő kell, hogy ezt véghez vigyem, úgyhogy seperjük le a trónról, terünk, akkor álljunk a helyére, és fogjuk meg a munka végét, és csináljunk meg végre, amit kell. Neki várni kellett. A várakozás egy passzívnak látszó dolog volt akkor, de ki kellett várni, és azt mondani, ha Isten velem, kicsoda ellenem, még a király sem. Ha Isten velem, majd ő véghez viszi az ő akaratát az életemben. És ugyanígy tett vallomást a hitéről, vallást Dániel is. Isten lehet, hogy nagyon sokszor olyan helyzetbe enged minket, megengedi a stresszt, és megengedi a nehéz élethelyzetet. Talán olyat is, amiről már úgy gondoljuk, hogy ez már meghaladja a tűrőképességemet. Miért teszi ezt? Hogy ráébredjünk arra újra és újra, hogy senki másra nem támaszkodhatunk. Egyedül csak ő rá. Senki másban nem bízhatunk feltétlenül. Egyedül csak ő benne. És akkor megtapasztalhatjuk a szabadítását, és megérthetjük azt, hogy a siker kulcsa nem a stressz eltávolítása az életünkből, hanem az, hogy megtanuljuk, hogyan kell reagálnunk rá. És a mai igével zárom,
semmi felől ne aggódjatok. Mondd ezt annak, aki most kapott kézbe egy rossz leletet az orvosától. Ne aggódj, semmi felől ne aggódjatok, benne van, most olvastuk. Mondd ezt annak, akinek bizonytalan a jövője, mert úgy tűnik, hogy elveszti az állását. Mondd ezt annak, aki minden igyekezete ellenére anyagi nehézségek közé került. Mondd ezt annak, akinek romokban van a családi élete. Mondd ezt annak, akinek a gyermeke lehetetlen helyzetbe került, és ő ott áll tehetetlenül, és nem tud rajta segíteni. Mondd ezt annak, akinek az utolsó csepp is bekerült a poharába. Semmi felől ne aggódj, nem hálaadással. Tárd fel kívánságodat Isten előtt. Vigasztalásnak fogja venni? Erőt fog vajon ebből meríteni? Van egy kifejezés, hógolyó effektus, vagy hólabda hatás, attól függ ki, hogy ismeri ezt, politikai, üzleti életben használják leginkább, de a mi kis életünkben is használható. A gondolataink, a bennünk zajló érzelmek bizony olyanok, mint a kis hógolyó, ami elindul a hegy tetejéről, és mire leér, hatalmas lavina lesz. Mert nagyon sokszor a legjelentéktelenebbnek tűnő helyzetekből is, ami lehet, hogy másnak jelentéktelen, de nekünk fontos, a nap végére akkora lavinát gördítünk belőle, hogy nem tudunk vele megkezdeni, mit kezdeni, és azt mondjuk, hogy vége, ezzel vége az életünknek, mert agyonnyomnak a terheink. Ne aggódj semmi felől, azt mondja az Isten igéje. Ne aggódj semmi felől, mert Isten mindent kézben tart. És semmi nem történik veled, amiről ne tudna. Vajon a hitem mércéje, mérőfoka az, hogy tudok megállni Isten előtt a nehéz helyzetben? Szabad előtte kétségbe esni. Szabad előtte sírva leborulni, és azt mondani, hogy Uram, már nem bírom tovább. De hiszem azt, tapasztaltam is, hogy ő felemel. Lehet, hogy egy olyan mélységbe enged, amiről azt mondod, hogy ennél lennem már nincs. Innen tovább már nem tudok lennem menni. De aztán felemel, és rájössz arra, hogy az ő tenyere volt annyira mélyen, hogy elkapjon téged, amikor zuhansz. Semmi felől ne aggódj, hanem tárd fel. Tárd fel a szíved összes kérését, tárd fel a fájdalmadat, a problémáidat, a válaszra váló kérdéseidet. Mind add oda neki. Borítsd ki elé, úgy, ahogy van. És kérd az ő jelenlétét. Uram, hadd legyek melletted abban az igában. Hadd tapasztaljam meg azt, hogy hogyan nyugodhatok meg a te erődben. Hadd pihenjek meg a te jelenlétedben. Hadd éljem át annak a valóságát, hogy ha te velem vagy, akkor semmi nem árthat nekem, mert minden a te akaratod szerint történik. És hadd tudjak hiteles lenni abban, amikor kimondom, és semmi felől nem aggódom, mert az életem Isten tenyerén nyugszik, aki az én őriző pásztorom. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva, a 158. énekünket énekeljük. Hagyjad az Úristenre. Mm.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, el tudjuk mondani így a Te igét hallgatása után is azt, hogy valóban ez így van, hogy a stressz az életünk része, és nem tudunk nagyon sokszor szabadulni a nyomás és teher alól, ami ránk nehezedik. És sokszor nem kell hatalmas tragédiákat átélnünk, talán akkor még bátrabbak és erősebbek is vagyunk, hanem elég csak a mindennapoknak az apró cseprő baja, ami olyan gyakorisággal jön, hogy már nem tudjuk kivédeni, és elveszítjük a lelki állóképességünket, a türelmünket. Egymás ellen fordulunk, morgolódunk, zúgolódunk, elégedetlenek leszünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a mai napon a Te igéd rávilágított arra, hogy nem kell arra törekednünk, amit nem lehetünk meg. Nem kell arra törekednünk, hogy kiírtsuk az életünkből a próbákat, a nehézségeket, a kihívásokat, az olyan feladatokat, amiket csak nagy nehezen vállalunk magunkra, és teljes leterhelve tudunk eleget tenni nekik. Nem kell erre törekednünk, hanem el kell fogadnunk, hiszen ez az életünk része, és a Te kezedbe kapaszkodva kell szembenéznünk ezekkel a dolgokkal. Olyan jó tudni azt, Istenünk, hogy nem vagyunk egyedül. Olyan jó tudni azt, hogy bármi ér bennünket ebben az életben, bizton tudhatjuk azt, hogy bár az életünkre sok minden hatással van, de a mi életünk a Te kezedben van, és onnan nem ragadhat ki bennünket semmi. Semmi. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megtapasztalhatjuk a Te jelenlétedet, kegyelmedet, erődet. Akkor, amikor betegségekkel nézünk szembe, akkor, amikor szeretteink elvesztésével nézünk szembe, akkor, amikor ránk tör a bánat, a kétségbeesés, a bizonytalanság, a maga tehetetlenség, a küzdelmeink fő forrásai. Köszönjük, hogy megnyitottad előttünk a Te igéd gazdag tárházát, és van mibe kapaszkodni, van mihez visszanyúlni, hogy bízni tudjunk benned, hogy tudjuk, hogy hozzád tartozunk, hogy megpihenjünk a Te jelenlétedben, és letegyük előtted az aggodalmainkat. Légy áldott, Istenünk, a gyülekezetünkért. Légy áldott azért, hogy vezetsz végig bennünket az életünk útján. Légy áldott az örömökért, a találkozásokért, a beszélgetésekért, a megnyugvásért, az áldásokért, amiket tőled kapunk. Tekints ránk ezután is, vezess minket az életünk útján, a Te igádban vezetve minket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Öt dolgot emelek ki a liturgiásba. Itt is először a hálózathoz, amit említünk, hálásak vagyunk az IFI táborért, rengeteg élmény áldásért, a fiatalért, az SDG, az a Solideo Gloria, egyedül Istennel a dicsőség, mindazonáltal köszönjük a támogatásokat is, és Szilvi odafönt a lehetetőket, hogy külön köszönjenek, hogy a tábor végén a nehézségek közepette volt, aki hazaszállítja.
továbbra is számítunk a gyülekezetünkre, hiszen ma délután kezdődik a gyülekezeti diét, ami csütörtökig tart, és ott, akik szolgálnak, ők kedvezményesen vesznek részt. Ezért tovább is rákozunk benneteket adományokra, amit a gyülekezeti számára kérünk megküldeni tábori adomány című szolgálatra. A gyerekisten tiszteletet ugye látjuk, hogy kihívás mindannyiunk számára. Van olyan, aki szívesen veszed be részt, ott kint a jelentkezés örömmel veszük végül. Két közelgő esemény. Lelki pásztorok Isten és a Nemzet Szolgálatában címmel augusztus 10-13 között lesz egy rendezvény. Erre lehet jelentkezni, ez az egyházunk konferenciája, szászokonkreformatus.hu, ahol jelentkezhetünk. Végül a testünkkel is törődünk minket, úgyhogy ősszel lesz az azon a sportlapunk, akik van idő felkészülni. Isten tiszteletünk végén a 226. énekünket énekeljük. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek végtelen szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség. Köszönjünk el egymástól a már bevált módon.